A 21. századi igényeknek megfelelően alakították ki Golopon az óvoda épületét. Ezzel a településnek egy régi vágya vált valóra, fogalmazta meg a polgármester. A szolgáltatás már régóta jelen van, de az ennek megfelelő épületet most alakították ki. Ez hamarosan elkészül, és igény szerint lesz lehetőség a több csoportos foglalkozásokra, vagy akár tornaórákra is. Nem is olyan régen ide költöztünk a település központjába, ebben az épületben, viszont ez Ezelőtt egy lakóház volt, majd pedig átalakították idősek otthonává. Tehát itt is adott volt, hogy az időseket szolgálta ki ez az épület. Úgy is volt berendezve, úgy volt kialakítva a terek. Úgyhogy én nagyon-nagyon régóta vágytam arra, hogy legyen egy óvodánk, és ez az a legfontosabb öt pontban volt, amikor megválasztott a polgármester, hogy legyen is itt egy óvoda. Úgyhogy ö, beszéltem nagyon sokat az országgyűlési képviselőnkkel, dr. Hörcsi Rihárdal is kértem a segítségét, hogy valamilyen módon lehessen egy óvoda, vagy lehessen felújítani a mostani óvodánkat, és így került sor arra hogy tavaly sikeresen is nyertünk egy ilyen toppos pályázaton, 53 millió forintot, amelynek keretében megújult ez az épület. Az épület a település központjában áll, de teljes körülön fel kellett újítani ahhoz, hogy a továbbiakban a gyermekek igényeit ki tudja szolgálni. Igazából én azt tudnám elmondani, hogy itt gyakorlatilag a négy külső fal az, ami állt. Egyébként egy teljes körű felújításra került sor, mint energetikailag, mint gépészetileg, festészetileg, tehát tényleg teljes mértékben átalakult ez az óvoda amire nagyon-nagyon nagy szükségünk is volt, mint mondtam, idősek otthona volt, és nagyon-nagyon rossz állapotban volt, tehát a nyilázárókat ki kellett cserélni, és amire nagyon régóta vágytak, hogy külön terem legyen csoportszobának, és ez egy terem, ahol tudnak mozogni, lehetne tornaórákat is tartani, ez most kialakításra került, külön öltöző a óvodásoknak, a, a pedagógusoknak dolgozó szoba, tehát tényleg most úgy alakítottuk ki ezt az épületet, hogy itt egy óvoda lesz, és ez volt az elsődleges funkció, hogy tényleg az óvodások érdekeit szolgálja az épület. Az óvodában jelenleg 15 gyermek jár, de nagyobb kapacitása van az épületnek. A polgármester hozzátette, hogy azt remélik, hogy a környező településekről is fognak ide járni gyermekek. Emellett nem csak az óvoda játszótere, hanem az udvar mögötti rész is megújult. Oda egy közösségi játszótér kerül, amit a település összes gyermeke igénybe vehet.